Egy nem hétköznapi fogás, egészen pontosan egy kapitális harcsa miatt vagyunk most itt a Tiszapartoni késő este. Mellettem áll Szuromi Kristóf, akinek a nevéhez fűződik ennek a gyönyörű halnak az elejtése. Mielőtt beszélnénk néhány szót a fogás körülményeiről, nézzétek meg a mérlegelés képeit, mert a méret miatt ez abszolút nem volt egyszerű. Ott is, meg itt is. Az lesz a közepe. Az ne. De jó, oké. Okay. Jó. Na, akkor meg ott kéne megfogni, nektek mi meg itt a tesztfalóra. Mondtam, hogy nem voltak egyszerűek a mérlegelés körülményei. Négy ember kellett hozzá, hogy a halat elég magasra emeljük ahhoz, hogy ne érjen le a földre, és a mérleg a pontos értéket tudja mutatni. Mekkora is volt a hal súlya? 107 és 109 kiló közt mozgott a mérleg, aztán 108 kiló biztos, hogy megvolt. Mikor felhívtál, hogy jöjjek el, mert hatalmas harcsa van itt, nem gondoltam, hogy ekkora lesz, brutális ez a 108 kiló. Idén szerintem biztos, hogy a legnagyobb, amit az országban fogtak harcsa, pergetve. Az is ott van a topban, nem? Valószínűleg, hogy pergett fel a legnagyobb, igen, Magyarországon. Magyarországon fogott legnagyobb pergetett harcsa, úgyhogy tiszta szívből gratulálok hozzá. Milyen módszerrel sikerült fognod, bár már a pergetést azt már mondtuk, de milyen módszerrel fogtad? A pergetésen belül nagy kedvencem a éjszakai csorgós partdobálás, ezt a halat is ezzel a módszerrel sikerült megfogni. Nagyjából fél hétkor értünk ki a vízre, 8 körül kezdtük meg a pergetést. Egészen fél 11-ig eseménytelenül telt az éjszaka, rabrásra lehetett hallani, kis halak is viszonylag kevés volt a felszínen. Aztán fél 11-kor következett be a kapás, ami... Milyen kapása volt? A belső wobbler cívta le. Az a tipikus tiszai duranós, vagy...? Nem, egy nagyon halk locsinást lehetett hallani. Az elején nem gondoltam, hogy ekkora lesz, ilyen átlagos 10-20 közötti harcsára gondoltam először. Aztán ahogy beért a csónak mellé, akkor állt bele nagyon. Ezt követően egy nagyon kemény 20-25 perces fárasztás kezdődött. Próbált kitörni a part mellett a bokrokhoz. Fárasztás közben én szeretek mindent magamnak csinálni. Így én motoroztam, elektromos motorral én tartottam ellen. Volt többször, hogy kitört egész a partnak a szélébe. Volt egy nagyon necces rész is, amikor eléggé féltünk. De szerencsére sikerült elkerülni. Utána sikerült betolnunk a Tisza, hát egészen a közepére a halat, aztán onnantól viszonylag megnyugodtunk, de egy nagyon kemény fárasztás vette kezdetét. Jól bírja az öreg. Még csak jöjjön, adja a jóisten, imádkozz. Azt mondjam. Ott jön már. Oh! Úristen! Thank you.
az oldalon vagyok. Jézusom, meg segít! De hogy fogjam meg? Mondtad, hogy kemény volt a fárasztás, milyen felszereléssel hordáztál? A felszerelés az egy Dragon X-Force 6200-as bot volt, rajta egy 4000-es Ryobi apró zorsó, 22-es Dragon zsinórra. Az nem egy vastag zsinór. Hát nem is ekkora halra számítottunk. És ilyenkor mindenki megkérdezi azt, hogy csali, csali, csali! Most egy 12 centis szalmú pörcs volt, belsőt kapt el, ott szerintem olyan nagyon nagy jelentősége nincsen egyébként. Azért van jelentősége, el kellett dobni, kint kellett lenni a vizen este. Jókor, jó helyen ezt. Jókor, jó helyen. Van még egy nagyon szép apropója annak, hogy itt vagyunk, túl azon, hogy egy gyönyörű halcsát láthattunk mérlegelni. Mi lett a hal sorsa? Mikor a csónakba beemeltem a halat, akkor fel sem merült bennem, hogy ezt hazavigyük. Szerettem volna hiteles körülmények között lemérni a halat, ezért a MOHOS segítségét kértem. Na lássuk, hol van még. Ó, már indul is. Jó utat, barátom. Remélem, még találkozunk. Mikor megtörtént a mérlegelés, a halat együtt engedtük vissza a folyóba. Gratulálok ehhez. Köszönöm. Gyönyörű szép hal volt. Szerintem életed hal, nem? Hát valószínű. Most nehezen fogsz tenni nagyobbat, de rajta leszel szerintem, ahogy ismered. Hát biztos, hogy rajta leszek. További sok sikert. Köszönöm. Kívánok. És ez a hal benn van a folyóban.